Több mint 125 ezeren mentek oltásért az akció hét második napján, vagyis alig enyhült a roham hétfőhöz képest. Továbbra is a harmadik oltást kérik a legtöbben, ennek köszönhető, hogy Magyarország továbbra is az unió éllovasa ebből a szempontból. Kell is erősíteni a védettséget, hiszen tegnap több mint 12.600 új fertőzöttet találtak. Ilyenre a járvány kezdete óta még nem volt példa itthon. Már kora reggel százak sorakoztak a miskolci oltópont előtt, óriási az érdeklődés, több ezren kapják meg naponta a vakcinát. 100%-os volt a befoglaltság a mai napra, a holnap utáni napra még van időpont a lakosok részére, tehát kérjük is őket, hogy aki teheti, az foglaljon időpontot, de természetesen fogadunk mindenkit, akár van időpontja, akár nincs. Szegeden napközben is oltási dömping volt, sokan időpontra, még többen időpontfoglalás nélkül érkeztek. Az orvosok bírják a terhelést a betegellátásban, és az oltópontokon is egyetemisták segítik őket. A fekvőbetegellátóhelyeken is segítettek, ugye ez a jelenleg a Covid osztályokon a legfontosabb. Emellett egyébként a nem orvosi segélyi képzésű tanulhallgatók is segíthetnek, mint például itt az oltóponton rengeteg hallgató van. A szakemberek továbbra is azt kérik, hogy mindenki oltassa be magát, aki pedig már legalább 4 hónapja megkapta a vakcinát, az kérje a harmadik dózist is. Különösen igaz az az idősekre és azokra, akiknek több egyéb betegsége is van. Ezekben az esetekben életfontosságú, hogy az úgynevezett boosteroltást, harmadik oltást megkapják. Békés Csabán is napi 12 órában oltanak az orvosok egész héten. Több orvossal és oltóponttal, valamint hosszabb nyitvatartással várják a pácienseket. Hogyha az oltásra jelentkezők magukkal hozzák a személyi okmányaikat, tajkártyájukat, illetve a kitöltött oltási beleegyező nyilatkozatot, mert ezzel lényegesen felgyorsulhat az oltási folyamat, de azt kell mondjam, hogy várakozási idő nélkül folyamatosan ki tudjuk elégíteni az oltásra jelentkezőket. Pár perc várakozás után idősek és fiatalok egyaránt megkapják a védőoltást az Új Szent János kórházban. Azért döntöttük most az oltás mellett, mert most egy kicsit durvább lett a helyzet ugye a koronavírus miatt. Hétfő óta a korábbinál is sokkal nagyobb az érdeklődés, és az orvosok úgy számolnak, hogy hétvégén még több jelentkező lesz. Külön fel is készültünk természetesen, úgyhogy még plusz 2-3 oltóponttal többet üzemeltetünk, mint a megelőző hetekben. Az oltópontokon késő délután sem enyhült a nyomás, sokan munka után döntöttek úgy, hogy beadatják a védőoltást. Mivel nem kell időpontot foglalni és regisztrálni, erre mindenkinek lehetősége van. Két nap alatt több mint 250 000 oltást adtak be itthon az oltási akcióhéten, csak tegnap több mint 14 000 eddig még oltatlan vette fel valamelyik vakcinát. Így már több mint 6 057 000 embert oltottak be itthon. Közülük több mint 5 808 000 a második, 2 043 000 pedig már a harmadik oltásukat is felvették. Nagyon jó tapasztalatunk van az oltási hét kapcsán. Sikeres az oltási hét, és úgy tűnik azzal, hogy nem kötelező regisztrálni és időpontot foglalni, olyanok is beoltatják magukat, akik nem tervezték. Erről Müller Cecília beszélt az M1-en. Igyekezni kell, mert versenyt futunk az idővel. Azt mutatják a járványügyi adatok is, hogy a fertőzöttek számára napról napra nő. Sajnos egyelőre még egy felfutó szakaszban vagyunk, láthattuk a tegnapi adatokat is, bizony a fertőzöttek száma is nő, a kórházba kerülők száma is nő. Még mindig emelkedik az új betegek száma, egy nap alatt több mint 12.600 új fertőzöttet azonosítottak, és 176 ember halt meg a vírus miatt. 6840 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 664-en vannak lélegeztetőgépen.